What we do here is go back, 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 back. Üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon, ahogy látjátok, vezetek, ugyanis tartok az iskolába. Elvágtam magam itt az orrom alatt, ugyanott, ahol múltkor vágtam el magam. Képzeld el, megint borotválkoztam, és ugyanazon a helyen, pont ugyanott, na minden. Úgyhogy vérzik, megértem elállítani, még mindig lehet szerintem egy kicsiket látni. Tartom az iskola felé, ahogy mondtam, felveszem a Lukaszt az iskolából, hazamegyünk, megebédelünk, és utána nem más fogunk elmenni, képzeld el, mint a közeli közértbe, ugyanis kell menni egy pár dolgot. De akarok venni egy játékot, képzeld el, kijött ez az új Mafia 3, azt hiszem a 3-as jött ki, vagy a 4-es? 3-as. És gondoltam, hogy meglepem az öcsémet vele, és megvásárolom neki, ugyanis nagyon szereti ezt a játékot, nem volt ideje elmenni el tegnap, és tegnap jött ki ez a játék, úgyhogy gondoltam, hogy meglepem délután vele. Közben csak így kellett fordulni, és jöttek az autók, elhoztam a szemegemet is magammal, és ezzel is fogok filmezni ma délután valószínűleg, elmegyek és megmutatom nektek, hogy milyen játékok vannak, meg az árakat, és múltkor mondtam nektek, hogy elmegyünk majd ebbe az elektronikai boltba, amit ma fogok megtenni ma délután, és azt hiszem, hogy ott nézem meg a játékot, hogyha egyáltalán megvan. Megérkeztem, te! Olyan piros a... Ó, te! Még lehet, hogy mindig vérzik egy kicsikét. Próbálom nem tapogatni. Mit akartam mondani? Ja, nálunk szép az idő, ahogy mutattam. Láttátok, milyen szép az idő. Ilyen jó idő van, kellemes idő van nálatok. Meg hallottam, hogy esik az eső. Valahol még a hó is esett, havazott valahol fent a hegységbe. Te, nem irigyellek titeket. Ugye most én befutok a Lukaszért, ugyanis nem mindjárt kicsengetnek. És felveszem, aztán megyünk ebédelni haza, ugyanis kezdek éhes lenni. Milyen volt az iskola? Jó. Jó, szokásos. De nem igaz, neked nincsen meleged, Lukasz? Nem. Nem, a kabátban, tudom, hogy van rajtad rövid gatyad, de kabátban... Na igen, rajtam osztonadrág van, de nincs rajtam kabát. Ahogy mondtam, jó idő van, nem jó idő van, de esténként lehűl a levegő, de ilyenkor nem tudom, hogy miért van rajtad kabát. Na mindegy. Aj, te, átférünk itten, átférünk, úgyhogy amit tartunk hazafelé. Aztán ebéd után, tudod, hol megyünk? Hol? Megyünk játékot nézni a... Jó? Azt mondja Lukasz, hogy a negyedik része jött ki, nem is a harmadik. Én azt mondom, hogy azt mondta, hogy a harmadik része jött ki. Negyedik jött ki? Jó, negyedik. Negyedik. Jó, akkor negyedik része jött ki. Nehogy a rosszat vegyük meg, Lukasz, gondolod, hogy megveszem a hármat, és kijött a... Veszke három, vagy a kettő. Ja, aztán gondolom az öcsének, aztán majd nézz anyukat, hogy megvettem neked az új játékot, aztán... Na mindjárt, úgyhogy... Na mindjárt, azért már megnézem, de biztos, hogy a négy jött ki. Hol van a Davis? Itt van a Davis! Mi helyzet, nyuszi, mi? Oda nézzél! Ja, mi van ott? Ott a számítógép. De ne bántsad, hallod, nyuszi? Amúgy a Davis egy kicsit jobban van. Még mindig van egy kis hővelkedése, de legalább nem olyan magas. Hova fut? Amúgy nekem volt igazam. A Mafia 3. Kinek volt igaza? Nekem. Oda nézzél. Látod? Mafia 3. Úgyhogy nem van 4. Ha csak nem rosszul írták, és ez a régi, és az úgy még nem jött ki. Hát ha ott van a nagy szép fénykép róla. Ja, mindegy. Akkor ezek szerint a 3 jött ki mégis. Na mindegy, valamit veszünk, elmegyünk, és veszünk. Ha más nem jó, akkor más nem visszavisszük holnap. Te! A gyere, nyuszi! Úgyhogy most készülődünk, te itt hamaradsz, jó? Mert te még egy kicsikét nem vagy olyan nagyon jó. Ugye mi most elkészülődünk. Na, amúgy megebédeltünk. Na gyere, nyuszi, gyere! Mit mondasz? Hm? Na, elkészülődünk, megebédeltünk, és elindulunk.
Ja, de miért kell kiabálni? Hova bújt a Davis? Hova? Bum, neki a fa! Te, vigyázzál magadnak! Gyere ide, te! Mit bohockolsz? Nem is sírsz? De nem is akkorát esett, te bekötötte, befogta a szemét, aztán rohadt, hogy ábújt. Jó! Nem folyik a kamerát, nem folyik a kamerát. Na gyere, míg a Lukasz öltözik, addig bujocskázunk, jó? Hova? Na, úgyhogy mi most menjünk bujocskázni, aztán indulunk. Úgyhogy most a legelőször hol vagyunk? Boltba menjünk, vagy megnézzük a játékot ott a... Megnézzük a játékot, mert én is tudok nézni valamitől. Rendben, megnézzük a játékot, úgyhogy viszem a szemegemet. Már kinyitottam az ajtót. Körbenézünk. Mit? Kinyitottad az ajtót. Rendben van. No. Induljunk! De Lukasz, miért hozod a felsőt? Vagy felveszed, vagy itt hagyod? Felveszed. Ne hülyeskedjél, mély fáza! Akkor vegyed fel, nem? Te jön az S-on népeg, vagy mi van? Oda nézd, milyen felhős. Te... Na gyorsan. Ja, de ne az ujjába dugd a fejedet. Na nézd, ott van a játék. Látod, ki van plakátolva. Na, hova megyünk? Nézd, ezek le vannak árazva, látod? Lukasz, látod milyen? Várjál! Oda nézd, látod, Lukasz? Ez jó játékra, nem? Nézd még ki, hát belül. Micsoda jön ki? Ez új Ghostbusters, ugye? Igen. Ja. Na milyen tévét veszünk? Ott szemben azt a Samsungot, 3496-el, ja. 2798-el Sony 65 incses, látod? Ez nem csúnya. Vagy ez az LG. Ez is 65-ös 4K-s, ez is 3000 dollár, 2996. Samsung 65-ös. 65-ös. Ezt a márkát ezt annyira nem ismerem, látod? De ez 2000 dollár. Ezt a, itt vannak a Sony, látod? Itt a Sony. Ezt a Panasonic. Ami mindolyan 3000 van. Ez a 4000, ez az LG, oda nézzél. Melyik tetszik neked? Én nem tudom, én csak nézem, hogy van. Ja, ez is szép. Ez a Sony nekem tetszik, látod? Én csak kérlek egy nagy tévé. Nagy tévé. Vannak itt amúgy kisebbek. Nézd ezt az 55-es, de ez 1003. A milyen kis 55-ös, látod? Ez a mi méretünk. De a szebben néz ki ott szemben az a Samsung. Te! Vagy az a Sony. Főleg, hogy ilyen szép üsrökat játszanak be, mi? Szóda masina. De ilyen kell majd nekem, látod? Mi, mikro? Ja. Mami mondta, hogy kell majd mikro hamarosan. Nem akar működni, melegíteni rendesen. Aj, te. 284 a Panasonic, 228, 218. Na, hova megyünk? Jövök, nézd a vasalót, 109 dollár, 89. 150, Lukasz, nézd ez milyen vasaló. 400 dolláros, ez miért 400 dollár ez a vasaló? Nem tudom. Te, majd nézd meg azt a játékot. Ja, de ez DVD nem játék, gyere! Na, itt vannak a... Honnan nézd, poszter! Itt van! Hármas, látod? Mafia 3-as, azért csak megtaláltuk. 69 dollár, le van áraza. 99-re. Jó lesz ez akkor? De nincs valami más kiadásban? Hú, Ratchet is akkor ezt visszük, vagy mit viszünk?
Nézd, ez valami van benne, ilyen hami kickbass. Ez igen sok, ez 6 font. Na jó, reméljük, hogy örülni fog neki. Persze, ah, te! Ezt szeretem, ezt a játékot. Legalábbis nem akarom tudom. Akarom venni azt is? De persze, 40 dollárra most le van árazva. A kettővel játszottunk, ezzel még mi nem. Mi más van leárazva? Még mi más van leárazva? Grand Theft Auto is 50 dollárra le van árazva. That was my boy. Hát. He's not gonna be on Far Cry. Ah, te ki emlékszek erre a Carmageddon-os játékra? Annak idején, te ezzel nem játszottál, de annak idején ez rettentően jó játék volt. Nagyon szerettem ezt. A régi változat, ez új változat. Ez 39, jó? Ja. Itt a FIFA 17. Ja. Na, oda nézzél, itt vannak ezek a porszívók. Ez jó ez a porszívó, tudod miért jó? Mert nem kell hozzá zsinó, és nem kell húzogatni mindenhova. Miért? Azért, mert ez a legdrágább a 649-es, azért szereted. Nem, nem 749. Na, tudom. Csak mondom, 749. Ja, ez az állatos, attól függ ugye, hogy mit akarsz felszívni, bár azt hiszem, hogy ez jó ez a izé. Ez a 750-es ilyen nem kell, de a 650-es az nem olyan rossz. Mi? Ja, hát az csak egy izé, egy ilyen ventilátor, amiben nincsen micsoda. Ja, de van itt ilyen kézi is, látod? Ilyen kis picike. No, az pici. Na, az pici. Ja, meg ilyen sütő van, te. Az mi? Ma az elnéztük ezeket, gyere, menjünk ide vissza. Ilyen sütő. Ezek micsodák? Ilyen olajsütők, nem? Ja. Ez jó ez a sütő. Hm. Olyan, mint az olajsütő, csak nem kell bele olaj. A mi helyzet? Menjünk most, aztán bevásárlunk. Legalábbis kell venni pár dolgot. Amit tudom, mit kaptunk ezzel? Nem tudom, mit kaptunk. Egy kártyát is kaptunk. Látod? Én kérem a kártyát. De hogy kéred a kártyát? A Anku kéri a kártyát. Jó. Majd, ha neked adja, akkor visszaadom neked, jó? Jó. Csinálunk. Ne nézzük ezt a voltnak a kirakatát, ugyanis én szereztem. De! Mindig annyi jó dolog van. Én kérem mindezt az autót. Az összes ilyen autót kéred, te? Vagy ez a piros, az szép. Ja, szép, de nem az szép, tudom, mi szép még? Hol vannak? Nincsenek kirakva a repülők, de itt vannak a repülők, nézd. Itt a Qantas, látod? Come on! Ja, 165 dollár, 165 dollár. Szépek you ezek. Cheaper. Add az kis picike. Hova van fel... nagyobb? Na, hozzunk egy kocsit. Na, emlékezzünk, mi kell? Jó, egy perc, gyorsan siessen. Na, mit kell gyorsan? A csokcsi. Ilyet? Ja, a csokcsi. Ez? Na várjál, azt mondom, hogy kell uborka. Valami, ami kemény uborka. 1,50 most, le van árazva, amikor 3 dollár volt egy darab, de... Azt mondom, hogy ezt az uborkát elvisszük, rendben van? Jó. Aztán mit viszünk még? Paprika 6,90 kilója. Paradicsom 4,90, 4,70 kilója. A répa van a 7,90. Megyünk tovább? Jó. Gyere, menjünk. 4 dollár a kukorica, te. Nézd, 1,20 a darabja. Lukasz. Látod, 1,20, 1 darab. Jó drága. A hagyma. Láttad a hagymát? Itt lesz a hagyma. Nyik! Na de milyen hagyma kell? Piros hagyma vagy ilyen normális hagyma? Én nem tudom. Aj, vigyünk egyet, vagy mi legyen belőle? Viszünk akkor ilyen hagymát, jó? Talán jó lesz. 2 hagyma, azt mondtam. És ha kell még? Hogy, mi a? Azt mondták, hogy 2 hagyma, nem? Nem. Csak nem tudom, hogy piros hagyma vagy ilyen sárga hagyma. Akkor pedig hát nem. Dehogy akarok venni 2-2-t, de... Azt mondták, hogy teát kell venni. 3-at kapsz. 3-at kapsz, 4-5 dollárért. A jót hozzod ám. Múltkor a izét vettük. Ez a jó, múltkor azt a másik fajtát vettük. Én nem szeretem ezt. Miért? Mi a baj? Ja, ez a rossz. Látod, erről beszélek, hogy a múltkor rosszat vettük. Majdnem megint a rosszat vettük. Egyedül jövök. Egyedi jövőben rosszat veszem meg. Te, még szerencsé, hogy jöttél. Várjál.
Ja, tudom, azt mondták ki a pelenka. Na, hol ez a pelenka? Itt a pelenka. Na de várjál, melyik az övé? Nem, ez nem ez. De várjál, fel kell hívni a feleségemet. Végeztünk, visszajöttünk az autóba, az óra alatt még mindig, jaj, te úgy nézel ki, na mindjárt. Úgyhogy most elmegyünk hazafelé. Mit csinálják ezzel? Játék. Ja, te, nagy véletlen megvette az öcsém is a játékot, meg holnap jöhetünk vissza, azt visszahozhatjuk. Ide beteszem. És úgy döntöttünk a Lukasszel, hogy hogy döntöttünk? Hogy én kapom a kártyát. Ja, úgyhogy Lukasz megkapta a kártyát, úgyhogy megköszönheted. Ati nézi ezt a videót? Ha te nagyon akartad azt, bocsi, de ez most az énem. Na, úgyhogy, na minden, majd meglátja. De még nem is tudja amúgy, úgyhogy, na mindegy, nem szabad játszani a kártyával, nem szokott kártyázni. Na menjünk haza, felveszünk, mit veszünk fel? A cuccot felveszünk, nem, hazaviszük a cuccot, meg felveszünk a te cuccodat, és elmegyünk a szüleimhez, ugyanis a Lukasz most oda megy, én meg elmegyek az öcsémhez, és odaadom neki a játékot, úgyhogy induljunk. Öcsémet a Lukasz elment a szüleimhez, és eljöttünk ide szörfözbe, ide érkeztünk meg, itt az öcsém amúgy. És odaadtam neki játékot, és mit mondtál? Azt mondta, hogy nincs meg a játék, úgyhogy szerencsénk volt. És a hármas az újas, nem a négyes az újas, a hármas az új, vagyis az új, hármas, na minden. Úgyhogy itt vagyunk, megálltunk itt, nem másra, mint itt a vízület. Látod, hogy kajakoznak az emberek, ott a horgásznak az emberek, még mutogatok, na minden. És itt van mögöttünk Surfers Paradise. Na, ugye múltkor így készítettem azt a fényképet, múlt pénteken is megosztottam, ugye a Facebookon csináltam egyet, körülbelül ilyen tájban, meg egy kicsit később sötétben is, és a két fényképen majdnem ugyanabból a szögből, nem tudom, számomra érdekes volt. Úgyhogy most megyünk, és iszunk valamit, hogy még nem tudom, azt mondom, hogy felhúzom a fölsőmet, mert kezdek kicsit hidegedni. Na, induljunk! Hideg van, nem annyira hideg, de azért lehet érezni, hogy hideg van. Oda nézel ott a távolban, látod? Ott megy le a nap, ott meg egy szép hajó, te! Az olyan szép, elfogadnám. Itt sok szép ház van mondjuk a vízen, meg sok szép hajó is. Azt elfordulunk balra felé, akkor ott van, látod, már kik hátrább jövő, ott van szávolban a Surfers Paradise, úgyhogy most oda be fogunk sétálni, körbenézzünk, iszünk egyet, aztán jövünk visszafelé. Sétáltuk magunkat, szokás szerint ugye péntek volt, úgyhogy most elindulunk hazafelé, ezt a videót itt most befejezem, ugyanis a Davis valószínűleg már alszik, mire hazaérek, nem akarok hangoskodni. Késik a kezem, vagy ilyen, nem? Nem olyan? Nézd. Na ugye, lehet, hogy nem, lehet, hogy csak a lámpa. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép nap, várjál. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép nap, hogy jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy mikor nézzük ezt a videót, hogy szoktam mondani. Sziasztok!